fontos tudnivaló. Együtt kell benyújtani a fagykárokra és az idei évre vonatkozó egységes mezőgazdasági támogatási kérelmeket a gazdáknak. Bővülő foglalkoztatás. 6000 új munkahely jöhet létre a következő két évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így számol a kormányhivatal munkaügyi főosztályvezetője. Megállapodás. TAO támogatásának 60%-át már biztosan a megyeszékhelynek adja a Bige cégcsoport. Emellett 5 éven át 30 millió forinttal támogatja a Vidor Fesztivál megrendezését. Együtt kell benyújtani a fagykárokra és az idei évre vonatkozó egységes mezőgazdasági támogatási kérelmeket. A Kölcsei Televízió irodóját látják. Köszöntöm Önöket! A gazdáknak 15 napon belül kell bejelenteniük kárigényüket ugyanazon az elektronikus felületen, ahol az egységes kérelmeket találják. Erre hívja fel a figyelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A megyében a Nagykállói és a Nyírbátori járásban a legjelentősebb a kár. A támogatást a gazdasági év lezárása után kapják majd meg a károsultak, amelynek feltétele az uniós szabályok értelmében, hogy a veszteség elérje a 30%-ot. Szabolcs megye középső részén Újfehértó határától Mátészalkáig jelentős károkat okozott a tavaszi fagy a gyümölcsös kertekben. Akár 90%-os terméskieséssel is számolhatnak a Nagykálló, Balkány, Nyírbátor környéki gazdák. Az április végi fagyok a megyét is mozaikszerűen érintették, a beregi térséget megkímélte a hideg időjárás. A szakemberek szerint 15 napon belül azért kell jelezni a káreseményt, mert a fagy által okozott sérülések azonnal láthatók, később azonban a növény regenerál. A kárbejelentés a megyében is folyamatos. Arra szeretnénk felhívni a fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők figyelmét. Fagykár, illetve bármilyen elemi kár bekövetkeztét követő 15 napon belül a mezőgazdasági kockázat kezelési rendszerbe nekik be kell jelenteniük az őket ért elemi kárt. Na most azok a termelők, akik még az egységes kérelmet nem adták be, ebbe a rendszerbe csak akkor tudnak belépni, hogyha először az egységes kérelmet beadják. Iparkodjanak az egységes kérelmüket úgy beadni, hogy a 15 napos kárbejelentési határidőbe bekerüljenek. Ellenkező esetben sajnos elképzelhető az, hogy elesnek a kárenyhítési jogosultságuktól. A kárenyhítési alapban 24 milliárd forint van, amiből azok a gazdálkodók kapnak támogatást, akiknek a vesztesége minimum eléri a 30%-ot. A valódi veszteség, hogy hazai alma nem lesz idén a piacon, a magyar almát most is alacsony áron értékesítik a gazdák, mondta 35 perc című műsorunkban Takács Ferenc, az Észak-Kelet-Magyarországi Alma és Egyéb Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Láthatjuk, hogy az almának például az ára az milyen értékek között ingadozik, tehát nagyon nehéz megbecsülni azt a kilónkénti árat, amivel mondjuk ezt a káreseményt értékelni lehetne, hiszen tavaly össze viszonylag jó árak voltak, viszont a betárolt gyümölcsöt most alig tudjuk eladni, és nagyon nyomott áron értékesül. Akár 20-25%-kal is többe kerülhet a gyümölcs. Az európai almatermés is megsindi az idei tavaszi fagyokat. 6000 új munkahely jöhet létre a következő két évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így számol a kormányhivatal munkaügyi főosztályvezetője. Az álláshelyek többségére fiatalok is jelentkezhetnek, sőt, saját vállalkozásokat is indíthatnak. Egy uniós programban 3 millió forintos támogatást adnak azoknak a pályakezdőknek, akik önálló céget alapítanának. A feltételekről tartottak ma konferenciát Nyíregyházán. A világ összes dupló játékát Nyíregyházán készíti a Lego. A dán cég magyar gyárában jelenleg 2400-an dolgoznak. Azt tervezik, hogy a következő néhány évben újabb üzemeket építenek Nyíregyházán, a létszámot pedig 2000-rel növelik. Nem csak itt, a megye más városaiban is jelentős munkahelyteremtéssel számol a kormányhivatal munkaügyi főosztályvezetője.
A következő két évben körülbelül 6000, több mint 6000 munkahely fog létrejönni itt a megyében. Nyíregyházan itt a bejelentett LEGO és a 800 fős Contitech mellett azért még lesznek beruházások, ez gondolom még egyelőre nem publikus, illetve a megye többi jelentősebb településén is, Kisvárda, Vásárosnavény, Mátészalka településén, Nyírbátorban is nagy volumenű létszám fejlesztések lesznek. A cégekhez elsősorban fiatalok jelentkezését várják, de egy program azokat is támogatja, akik pályakezdőként rögtön saját vállalkozást akarnak indítani. Szondi László ügyvédként végzett és közbeszerzéssel foglalkozó irodát nyitott. Ő tavaly jelentkezett a Vállalkoz Magyarország című uniós kezdeményezéshez. A tavaly évben vettem részt ebben a pályázati programban, a Fiatalok Vállalkozóvá válása elnevezésű projekt keretében. Egy egyéni vállalkozást hoztam létre, aminek a keretében közbeszerzési szaktanácsadást nyújtok önkormányzatoknak, illetve projektgazdáknak. A Nyíregyházi Városházán rendezte konferenciát azoknak a fiatal vállalkozóknak, akik idén jelentkezhetnek a programra. A szervező Széchenyi Programiroda szakmai vezetője úgy látja, a fiatalokban nincs meg a kellő tudás a vállalkozás elindításához. Nincsenek vállalkozó dinasztiák, ahol apáról fiúra száll a tudás, hanem itt nagyon-nagyon fontos ezeknek a háttérismereteknek az elsajátítatása. És ezért a képzéseink pontosan ezt fogják megadni a fiataloknak, és ezzel felvértezve felelősen megbírja alakítani vállalkozását, és ezt követően pályázhatja meg a 3 millió forintos támogatást, ami a vállalkozása kezdő költségeihez nyújthat támogatást. A konferencián Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, ők is támogatják a megyei vállalkozásokat, köztük azokat is, amelyeket fiatalok alapítanak. A top forrásokból ugyan cégeket nem, de a vállalkozói környezet kialakításán dolgozó önkormányzatokat anyagilag is segíthetik. A távlati cél pedig az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében valóban meg tudjuk kötni azokat a kiművelt emberfőket, akik itt szerezték meg a gyakorlati tudásukat vagy a szakmai tapasztalatukat, sőt, messzebb megyek, az is cél, hogy ne innen vándoroljanak el, hanem a jövőben ide jöjjenek majd a munkaerők és a vállalkozások is itt találják meg azt a lehetőséget, amellyel ők hozzá tudnak tenni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye élhetőbbé tételéhez. A konferencián elhangzott, hogy jelenleg a megyében 20 ezer 18 és 25 év közötti álláskeresőt tartanak nyilván. A Vállalkoz Magyarország program közülük 450 fiatalnak nyújt lehetőséget és tudást saját vállalkozások megalapításához. Az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetésének nevezte a 2017. évi tervezetet Kovács Sándor. A fideszes országgyűlési képviselő Mátészalkai tájékoztatóján azt mondta, a költségvetés stabil lábakon áll, és a 3%-os gazdasági növekedés lehetőséget teremt arra, hogy a kormánynak nagyobb mozgástere legyen az adócsökkentés és a nyugdíj emelés területén is. A politikus hozzátette, a csokra és a nokra eddig több mint 3000-en regisztráltak. Egy három gyerekes család, már 10 millió forint vissza nem térítendő otthonteremtési támogatás kapható. 10 millió forint garantált 3%-os kamattal állami támogatása, és itt vidéken még elmondhatjuk, hogy van egy 5 milliós bónusz, amit, hogyha kalákába építenek fel az emberek lakást, akkor ennek a kalákában épített lakáshoz vásárolt termékek áfáját, ami még 27%, abból 5 millió forintig visszaigényelhet a család. Hat pontos kiáltványt fogalmazott meg a jobbikos település vezetőkből álló Magyar Polgármesterek Közössége. A szervezet alelnöke Fülöp Erik tiszavasvári polgármestere tájékoztatóján elmondta, jelenleg a 25 tagú, de hamarosan 35 tagúra bővülő csoport többek között azt szeretné elérni, hogy 20%-kal emeljék meg a köztisztviselői alapbért, és ne államosítsák a közétkeztetést. Azt is javasolják, ha az egyes önkormányzatok akarják, akkor visszavehessék iskoláik fenntartását. Mi azt szeretnénk, hogy egy átgondoltabb oktatási politikával kapcsolatban még nagyobb támogatások érkezhessenek az önkormányzatokhoz az oktatás területén, és egy sokkal magasabb szakmai színvonallal az önkormányzatok saját magunknak tudhassák fenntartani az általános és középiskoláikat. TAU támogatásának 60%-át már biztosan a megyeszékhelynek adja a Bigge cégcsoport. Emellett 5 éven át 30 millió forinttal támogatja a Vidor Fesztivál megrendezését. Erről is szól az a megállapodás, amelyet a város polgármestere és Bigge László tulajdonos írtak alá Nyíregyházán.
Az eseményen elhangzott, ez a stratégiai megállapodás nagyon fontos a városnak, amelyet a közös munka kezdő lépésének tekintenek. Arra törekedtünk, hogy ne egy egyszeri adhok jellegű dolog legyen, amit elkezdünk, hanem ez egy perspektívikus és fenntartható, kiszámítható, hiszen így lehet erre építeni igazából, ha tudjuk legalább néhány évvel előre, hogy kölcsönösen mire számíthatunk. A megállapodás részét képezi a cégcsoport nyíregyházi irodaháza melletti környezetrendezése is. Bige László elmondta, neki mindig is nagyon fontos volt, hogy az elkölthető sport támogatás elsősorban Nyíregyházára kerüljön. A mi évente megkeletkező TAHO támogatásunknak a 60%-át biztosan ide adjuk Nyíregyházára, ennek a felosztását pedig majd a polgármester úr eldönti, tehát én ebben nem kívánok beleszólni, ők sokkal jobban tudják, hogy hol van erre szükség, mint én, ugye ezt majd ők elköltik, a másik a Vidor Fesztivál. Hiszen a szerződésben rögzítették, hogy a cégcsoport 5 éven át 30 millió forinttal járul hozzá a fesztivál megrendezéséhez. Bige László szerint a Vidor Fesztivál egy elegáns, a város kulturális életét meghatározó rendezvény, amelyet lokálpatriótaként szeretne támogatni. A korai tavasz után idén hűvös időre számíthatunk, ezt mondja Dávid Mihály időjós. Hamarosan azt is megtudhatják, mikorra érdemes a nyaralást tervezni. Előtt azonban nézzük, mi lesz még a mai híradónkban. Látványos bemutatók nyújtottak betekintést a rendvédelmi és fegyveres szervek munkájába ma Nyíregyházán. A város főterén tartották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendvédelmi napot. Életben tartotta NB1-es reményeit a Malsó-Nyíregyháza, miután az osztályozó második mérkőzésén Sitku Ernő együttese 2 ponttal legyőzte a MAFC-ot. A korai tavasz után idén hűvös időre számíthatunk, ezt mondja Dávid Mihály időjós. Előrejelzése szerint igazán nyaralásra alkalmas hőmérséklet csak július és augusztus közepén lesz az országban. A mezőgazdaságból élőknek rossz hír, hogy csapadék kevés várható a nyíregyházi időjós számításai szerint, és nem csak most, a következő 2-3 évben is. Idén túl korán érkezett a meleg, már februárban tavaszias volt az időjárás. A növények virágzása is korábban kezdődött, amit az allergiások azonnal megéreztek, a pollen szezon ugyanis 2 héttel korábban érkezett. Ahogyan az a hátam mögött is látszik, az orgona bokrok lassan elvirítanak. De biztosan sokak emlékeznek rá, hogy 10-20 évvel ezelőtt anyák napjára, május első vasárnapjára a ballagási időszakra nyíltak az orgonák. Idén viszont már április közepétől láthattunk virágzó orgona bokrokat. Az éghajlat változásai a botanikus kertekben könnyebben nyomon követhetőek. Itt Nyíregyházán azt tapasztalják, hogy 2000 óta legalább 10 olyan meleg év volt, amikor korábban kezdődött a tavasz. Az időjárás ilyen irányú változásainak azonban nagyon komoly következményei lehetnek. A koratavaszi növények korábbi virágzása, illetve majd az aszályos időszakok, tehát a nyári aszályos időszakok virágzásának korai virágzása, vagy rövidebb virágzása hatására eltolódnak ezek a szimbiotikus viszonyok. Tehát a megporzás viszonyok, a tápláléklánc eltolódik, a szimbiózusok, együttélések nem találják meg egymást, mert nem tudják egymást segíteni. Ennek hatására fajok halhatnak ki a természetbe. A mezőgazdaságra is hatással van az éghajlat változása. A túlzott meleg aszályt okoz, valamint kedvez bizonyos kórokozók és kártevők szaporodásának. Tavaly egyes kártevőknek a szokásos 2 helyett 4 generációja is volt, ami miatt a gazdáknak nagyobb hangsúlyt kellett fektetni a védekezésre. Idén pedig jött a fagy április közepén, ami a megyében több helyen 100%-os kárt okozott. Volt olyan terület, ahol -6 fokig csökkent a hőmérséklet. A lehűlésre számított Dávid Mihály. Az időjós, aki 40 éve készíti előrejelzéseit, azt mondja, idén az átlagostól hűvösebb idő várható. Úgy látszott most az év elején, hogy talán melegebb, de nem, mert a mostani kis meleg, ami éppen napjainkban talán elér bennünket, ez pillanatig tart majd csak, mert 10-ére már visszaesik a hőmérséklet, és hát 15-e után pedig hirtelen lesz az a koranyálszerű esemény, ami tart egészen az év közepéig,
nagy-nagy kánikulára nem kell számítani. A Dávid naptárt sokan használják a nyaralás tervezésekor. Az idős azonban idén nem kecsegtet sok jóval. Az a meleg, amit szeretnénk, strandolós is, kirándulós, vagy üdülős, az a hetedik, tehát júli közepén. Tehát itt látható. Úgy van. És 8. hó közepén 10 nap. Ennyinek fogunk körülni. Egyébként az egész év hűvös lesz. Csapadék viszont kevés lesz, és nem csak idén, hanem a következő 2-3 évben is, állítja az időjós. Rossz hír a kirándulóknak, hogy Dávid Mihály szerint a csapadékos napok többnyire hétvégére esnek majd. Látványos bemutatók nyújtottak betekintést a rendvédelmi és fegyveres szervek munkájába ma Nyíregyházán. A város főterén tartották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendvédelmi napot. Konténerben berendezett lakás gyulladt ki Nyíregyháza belvárosában. A látványos tűzoltó bemutatóra mindenki felfigyelt, a tűzoltók gyorsan, szakszerűen oltották el a lángokat. A megyei rendvédelmi napon az izgalmak mellett egy kis térzene is fokozta a hangulatot. Egy felvonulással kezdődött a nap. A zenekar kísérte ide a tűzoltóautókat, vagy ők mondják a darús szereket, rendőri felvezetéssel, rendőri kísérettel. Most még mindig a térzene szól, majd dinamikus bemutatók következnek, kommandósok, keresőkutyák, mindenféle színes és látványos bemutató. A rendezvényt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitánysága, katasztrófavédelmi igazgatóság, a Tiszalöki Büntetés Végrehajtási Intézet, a NAV, valamint a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövész dandárak közösen szervezte. A nyíregyházi Kossuth tér teljesen megtelt, óvodások, iskolások, családok nézték meg a különböző bemutatókat. Ezen a felvételen egy 9 éves rendőrkutya látható, a kihelyezett dobozoknál most nem kábítószert keres, hanem csokit. Az egyik doboznál meg is találta, ezt kaparással, ugatással jelezte vezetőjének. Sok gyermek a felvonult és kiállított járművekre is kíváncsi volt, az egyik legkedveltebb ez a rendőrségi hőkamerás gépjármű volt, ebbe ült Ben Noel és apukája is. Azért jöttünk ki, mert fiút negyedek a rendőrség. Mint ahogy látszik is, rendőrruhában van, és szeretne rendőr lenni, nagy lesz. Így van, Doki? Na? Igen, szeretnék rendőr lenni. A rendőrautókon kívül a katasztrófavédelem járműveit is meg lehetett nézni, azokról érdekes információkat tudhattak meg az érdeklődők. Ennek a járműnek a tartályába például 7000 liter víz fér el, egy másik 16000 kg ösztömegű járműnek pedig több mint 30 méteres a maximális munkamagassága. Kézmosási oktatási rekord kísérletbe fogott 11 iskola, összesen 717 résztvevővel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A több helyszínen egyszerre tartott kézhigién és oktatás Guinness rekordját korábban a skóciai Glasgow-ban állították fel 3039 diák bevonásával. Az Országos Tisztiorvosi Hivatal a május 5-i Kéztisztasági Világnap alkalmából szervezte a Guinness rekord kísérletet. Az országból 128 iskola csatlakozott ehhez a programhoz, amely közül a Nyíregyházi Móri Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye is egyik az intézményeknek. A gyerekek itt megtanulhatják a helyes kézmosási szabályokat. Ez nagyon fontos a gyerekek egészségnevelése szempontjából, mert számos fertőző betegséget megelőzhetnek ezáltal. Életben tartotta NB1-es reményeit a Marsó Nyíregyháza, miután az osztályozó második mérkőzésén Sitko Ernő együttese 2 ponttal legyőzte a Mavcot. A kék cápák hazai környezetben 87-85-re verték fővárosi ellenfelüket. A mindent eldöntő harmadik meccset szombaton rendezik Budapesten. A találkozó előtt egyszerű volt a képlet, ha a Mavs győzben marad az NB1-ben, ha a Nyíregyháza a harmadik mérkőzésre marad a döntés. A hazaiak kezdtek jobban, a negyedik percben Angru triplájával 10-3-ra vezettek a kék cápák. Az első negyedet 5 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 perc viszont 2 ponttal a fővárosiaké lett. A harmadik negyedben tovább zárkózott a Mavs, Anderson hármasával ki is egyenlítettek a vendégek. Angru azonban azonnal válaszolt, és a folytatásban már nem is engedte ki a vezetést a kezéből a házigazda.
A végjátékban ugyan még akadtak izgalmak, de a büntető párbajból is Sitko Ernő együttese jött ki jobban, így a nyíregyháziak 2 pontos győzelmükkel életben tartották a bennmaradás esélyét. Akart a csapat, és nagyon szépen kapart. Bizonyos játékokat megnéztünk, bizonyos dolgokban változtattunk. Nem biztos, hogy minden sikeres volt, de úgy gondolom, hogy bizonyos szakaszban sikerült meglepnünk vele az ellenfelünket, és az eredményezhette, hogy alapvetően egyszer sem vezetett a mérkőzésen a MAFC, és bár szoros volt az eredmény, ennek ellenére azért végig vezetve rajtcélgyőzelmet tudtunk alatni. A vendégek edzője feszült volt a mérkőzés után, ami érezhető volt a szakember nyilatkozatán is. Maradjunk a diplomatikusnál. Az a csapat nyert, aki több pontot dobott, az döntött. Amit gondolok, azt még korai elmondani, majd eljön egyszer annak az ideje, aztán akkor majd el fogom mondani, most még nincs itt az ideje. A kispadról beszálló csapatkapitány Nagy Krisztián 10 ponttal járult hozzá a nyíregyházi győzelemhez. Nagyon jól éreztem magam a pályán, nem voltam még ilyen szituációban. El kell, hogy mondjam, hogy izgultam is, de hála Istennek mindenki összeszedte magát, és ő megfelelően tudott koncentrálni. De nem csak az én játékomat emelném ki, hanem az összes többi padról érkező játékost, Kósa Tomit, illetve Molnár Marcit is, akik védekezésben nagyban hozzásegítették a csapatot ehhez a mai győzelemhez. Jól éreztem magam a pályán, jó volt pályán lenni, és nagyon örülök, hogy győztes mérkőzésről jöttünk le a pályáról. A két csapat párharca egy-egyre áll, a mindent eldöntő harmadik mérkőzést szombaton 18 órai kezdettel rendezik Budapesten a Gabányi Sportcsarnokban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Együtt kell benyújtani a fagykárokra és az idei évre vonatkozó egységes mezőgazdasági támogatási kérelmeket. A gazdáknak 15 napon belül kell bejelenteniük kárigényüket ugyanazon az elektronikus felületen, ahol az egységes kérelmeket találják. A megyében a Nagykállói és a Nyírbátori járásban a legjelentősebb a kár. 6000 új munkahely jöhet létre a következő 2 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így számol a kormányhivatal munkaügyi főosztályvezetője. Az álláshelyek többségére fiatalok is jelentkezhetnek, sőt, saját vállalkozásokat is indíthatnak. Egy uniós programban 3 millió forintos támogatást adnak azoknak a pályakezdőknek, akik önálló céget alapítanának. TAO támogatásának 60%-át már biztosan a megyeszékhelynek adja a Bigge cégcsoport. Emellett 5 éven át 30 millió forinttal támogatja a Vidor Fesztivál megrendezését. Erről is szól az a megállapodás, amelyet a város polgármestere és Bigge László tulajdonos írtak alá ma Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió iradóját látták május 5-én csütörtökön. Friss hírekkel természetesen péntek este is jelentkezünk majd. Műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos szeles időre számíthatunk, északkelet felől éjszakától már szárazabb, viszonylag meleg levegő áramlik fölénk, így átmenetileg csökken a záporok kialakulásának esélye. Éjjel eleinte többször, később időnként növekszik meg a felhőzet, az esti órákban még záporzivatar is kialakulhat, az északkeleti szél gyakran megélénkül, időnként megerősödik, a zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharossá fokozódik, reggel általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben időnként megnövekszik a felhőzet, de alapvetően sok napsütés várható. Az északkeleti szél gyakran megélénkül, időnként megerősödik, délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szombaton még sok napsütés várható, de erőteljes lesz a gomoly felhő képződés, és záporok, zivatarok teszik változékonyabbá az időt. Vasárnaptól viszont már több lesz felettünk a felhő, eleinte elszórtan, majd a jövő hét közepétől már több helyen valószínű csapadék, hevesebb záporokra is számíthatunk. Az enyhe éjszakákat mérsékelten meleg nappalok követik, 20 fok körüli maximum értékeket mérhetünk.